Digitális oktatásra álltak át az iskolák március közepétől a koronavírus járvány miatt. Az iskolákban az osztálytermek kiürültek, a diákok és a tanárok otthonról tartották a kapcsolatot, és számítógépen keresztül történt a tanulás. Aztán a kormány május végén bejelentette, hogy a járványügyi helyzet enyhülésével az iskolák kapui is kinyithatnak június 2-ától. A tanárok felzárkóztató órákra hívták be azokat a diákokat, akik lemaradtak a tananyagban. A gyerekfelügyeletet pedig már nem egy központi intézmény látja el, hanem minden iskola maga oldja meg a diákok felügyeletét június 26-áig. Több szülő élt is ezzel a lehetőséggel a szekszárdi tankerületi központ iskoláiban. Míg korábban napi 25-30 felügyelt diák volt az intézményekben, június 2-án 508 diák érkezett. A második napon, vagyis június 3-án pedig összesen 900 gyereket fogadtak az iskolák. Közülük 600-an felzárkóztató órán vettek részt. Gerzsei Péter, a szekszárdi tankerületi központ igazgatója azt mondja, a számok azt mutatják, hogy a hozzájuk tartozó iskolák sikeresen vették a digitális oktatás akadályait. Nagyon ügyesek voltak a pedagógus kollégák, az intézményvezetők, és nagyon gyorsan kialakították a digitális oktatásnak az új rendjét, és hát a számok is azt mutatják szerintem, hogy az esetek többségében a diákok megfeleltek a követelményeknek, az iskolák, a pedagógusok nagyon jól teljesítettek. Ennek köszönhetően nem jelentek meg tömegesen a diákok, mert a tankerületi iskoláikban körülbelül 9000 diák tanul. A ballagások kétféle módon zajlanak majd le. Vagy csak a végzős osztályok és osztályfőnökeik vehetnek azon részt, vagy egy adott időpontban egy osztály ballag el, de azon a diákok szülei is ott lehetnek. A bizonyítványokat pedig általában évfolyamonként adják át az iskolák udvarain. A napokba kellett leadniuk a szülőknek igényüket, hogy kérnek-e nyári felügyeletet gyermeküknek, és ha igen, mettől meddig. A tankerületi központnak június 15-től 26-áig kell ellátniuk a tanulók felügyeletét. Ezt követően egészen augusztus végéig a települési önkormányzatok feladata ezt megoldani. Arról azonban egyelőre nincs megegyezés, melyik iskolába mennek majd a gyerekek. Következő riportunkban ennek járunk majd utána.